A tarpai Figemadár Citera zenekar idén került be a megyei értéktárba, ezzel 38-ra bűvült a megyei értékek száma. Kezdtük pontosan, mert 1971-ben alakult az első zenekar és népdalkör, ami sajnos már azóta nem működik. És aztán az idők során gyerekeket is elkezdtünk tanítani, foglalkozni, úgyhogy volt olyan év, amikor egymás mellett 6 különböző korosztályú citerazenekar működött. És hát nagyon sok szép eredményt értünk el az évek alatt. A Nemzeti Művelődési Intézet minden évben megrendezi a megyei népzenei együttesek találkozóját. A hagyományoktól eltérően idén összekötötték a rendezvényt a megyei értékek napjával. A zenekarokat neves népzenei tanárok, művészek értékelték, de a zsűri idén nem minősített. A találkozón olyan értékes szakmai tanácsokkal látják el a résztvevőket, amelyek segítik a további fejlődésüket és a megye népzenei hagyományainak ápolását. A magyar kultúra értékeinek megismerése, gyűjtése elengedhetetlen. Magyarországon több mint 800 településen jött létre értéktárbizottság, köztük 8 tájegységi értéktár alakult. Bővül az értékgyűjtő mozgalom megyénkben is. Ez a legfontosabb, hogy a közösségeink is úgy tudják ápolni értékeinket, úgy tudják a hagyományainkat gondozni, hogy azt a hétköznapok részévé is tegyék, tehát élhetővé tegyük ezeket a hagyományokat, értékeket, ekkor sikerül átadni az utókornak. És ezért is fontos az, hogy most itt vagyunk Tarpán, ahol a népzenei találkozó mellett a megyei értékek napját is tartjuk. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bizony minden településnek, minden közösségnek megvan a saját kincse, megvan a saját értéke, és ezt bizony igyekeznünk kell megmutatni a nagyvilágnak. A találkozón több vándorkiállítás is bemutatta a megye kulturális és épített értékeit, a középkori templomokat, a megyei értéktárba felvett büszkeségeinket. Szent László kultúráját mutatja be az a kiállítás, amit a Vidékkincse Egyesület hozott el a rendezvényre. A fotókat tehetséges fiatalok készítették. Ez a kiállítás Magyarországon, illetve a határon túl is több helyszíne már bemutatásra került, ezzel is hírnevét véve a Szent László örökségnek, a gyöngyszemeinek. Magyarországon Szabolcs megyében, Szabolcs községben, Tarpán, Tímáron, Beregdarócon, Szatmárcsekén kerültek a kiállítás anyagok bemutatásra, illetve a Felvidéken Kassán és Debrőd községben is megtekinthették az érdeklődők a Szent László hagyatéket. 2017 Szent László éve lesz. Az első olyan törvényeiről, egyház és külpolitikájáról elismert Árpádházi királyról emlékezünk meg, aki összefogta a közép-európai népeket.